Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a természeti sorozatban, ami az erdő élővilágát mutatja be, madarak, növények, illetve egyéb erdei állatok bemutatása. Az elmúlt napokban elég komoly esőzések voltak, csapadék volt, meg hűvös is volt, és ennek hatására azt vettem észre a sétám során, hogy nagy mennyiségű gomba nőtt ki a földből, és ezt szeretném most megmutatni közelebbről. Tehát itt látjuk a földön, hogy kinőttek a gombák. Ezek feltehetően meg fogom nézni, milyen fajta gomba, de szerintem ez ehető gomba lesz. De azért nem fogom hazavinni megenni, de látjuk, hogy nagyon guszta egyébként. Róka gombához hasonlít az emlékeim szerint. Ez róka gomba lehet, de majd meg fogom nézni a határozóba, hogy valóban az-e. Minden esetre nagyon érdekesnek találom, mert még eddig nem láttam ilyen mértékben, hogy a gombák nőttek volna ki. Itt is látjuk. Pedig jártam már többször erre, meg ugye gyakran. És ez az első ilyen eset. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt felveszem, és megmutatom, hogy ilyen is létezhet. Valószínű amúgy, hogy ezek ehető gombák, majd megnézem, de azért haza nem viszem. Itt pedig látjuk a nyárfa levelét. Nagyon szépek a nyárfák. Ilyen szív alakú levél, a legkönnyebben megjegyezhető fafajtanak a levele. És tehát itt voltak a gombák, itt is végig, ezek már másfajták, ezek szerintem már nem olyan jók, de látjuk, hogy elég szépen kinőttek itt a gombák.